Sziasztok! Nézzük is meg, hogy hogyan lehet elvégezni a tört szorzását a nevezőben lévő számmal. A tört szorzása egész számmal című videómban már megismerkedtünk azzal, hogy mi is az a két mód, vagyis módszer, amivel a szorzást el tudom végezni, és most ebben a videómban is megnézzük ezeket. Láthatunk egy szorzást, hogy 5 6 szorhat. Ugye tudjuk azt, hogy úgy kell a töltet ugye egész számmal megszorozni, hogy a számlálóban lévő számot, ami a felső szám, ugye megszorozzuk az egész számmal, tehát 5 x 6, és a nevezőnk pedig változatlan marad. Ugye 5 x 6 az 30, és a nevezőnk pedig változatlan marad. Ha a 36-odot egyszerűsítem 6-tal, akkor ugye 30-ban a 6 az megvan 5 6-ban a 6 pedig megvan 1 -ször. Ez ugye 5 egyed lesz, ami egyenlő az 5 egészszel. De volt egy másik módszer is, amikor pedig a számlálónk maradt változatlan, tehát ugye az ötös az megmarad ötös, és a nevezőben pedig ugye a nevezőmet elosztottuk, az egész száma, vagyis 6-ban a 6, és akkor megmarad az 5-ös a számlálom, a nevezőn pedig 6-ban a 6 az 1 lesz, akkor ugye itt is kijött eredménynek az 5 egyet, ami 5 egész. Tehát, hogyha a törtünket megszorozzuk, a nevezőben lévő számmal, mint itt is ugye, a hatossal szoroztuk meg, akkor eredményül azt a számot fogom megkapni, ami a számlálómban is van. Tehát, ha itt még egyszer megnézzük, hogy a törtemet megszoroztam hattal, és ez a hatos az a szám, ami ugye a nevezőmben is volt, így végeredményül azt a számot kaptam meg, ami a számlálómban van. Tehát öt lett a végeredmény, és tényleg ő volt a számlálómban is. Ez a módszer a törtes egyenleteknél lesz majd hasznotokra.